Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács május 1-i Hétközben című magazinműsorát látják. Adásunk elején jöjjön szokásos rövid képes ajánlónk. Projektnyitó. Mohács polgármestere ünnepélyes keretek között ismertette a Selyemgyár rehabilitációs programjának részleteit. Két keréken. Újabb fontos kerékpárút szakaszt adtak át Mohácson a biztonságosabb közlekedés érdekében. Robotok és mikroszkópok. Természettudományos élményközpontot avattak a Városi Könyvtárban. A böjt után jöhetett a tánc. Teltházzal zajlott a hagyományos sváb sokarcbál. Erősként lehajolni a gyengékhez. Az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepelte a Katolikus Egyház. Női kézilabda. A rinyamentiek átvették a mentális fölényt a Városi Sportcsarnokban. A város egyik legszebb pontján álló egykori selyemgyár sokáig az elhagyatottság látszatát keltette. A mohácsi önkormányzat egy sikeres pályázatnak köszönhetően változatos funkciókkal új életre keltheti a Dunaparti épületet és környékét. A barna mezős beruházás nyitó rendezvényét az elmúlt hét szerdáján tartották meg. Április 24-én tartották az egykori selyemgyár 800 millió forintos támogatással megvalósuló rehabilitációs projektjének nyitó programját Mohácson. Az ünnepélyes rendezvényen Szekó József ismertette a programmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Mohács polgármestere beszélt az új funkciókról, a régi épületrészek és terek hasznosítási lehetőségeiről és a környezet megszépüléséről is. Köszöntöm Önöket az úgynevezett barna mezős területek rehabilitációja program keretében Mohácson megvalósuló az egykori selyemgyári területek rehabilitációja program nyitó rendezvényén. Ugye, ez egy a pályázati programban elvárt rendezvény, amelyet minden egyes beruházás indításakor és majdan a lezárásakor is meg kell tartani. Úgy remélem, hogy jövő ilyenkor, vagy talán egy kicsit később, nem akarom a frászt a kivitelezőkre ráhozni, tehát azt remélem, hogy legkésőbb jövő szeptemberben a programnak a záró rendezvényét is meg tudjuk tartani. Egy olyan programnak, amelyik 2017 májusában indult azzal, hogy benyújtottuk a pályázatot. 17. szeptemberében kötöttünk támogatási szerződést, és hát a napokban jutottunk el odáig, hogy a hosszas előkészítő munkálatok, közbeszerzési eljárások lebonyolítása után ki tudtuk választani a vállalkozót, a Munkásbutykó Kft-t, aki kiváló alvállalkozókkal szövetkezett arra, hogy Dombai Gyula tervei alapján a programot megvalósítsa. Ezen a területen valamikor egy selyemgyár működött, és voltak olyan időszakok, amikor ez a gyár közel 1000 embert foglalkoztatott. Ezen programmal, amit most megvalósítunk, ezzel a múlt, a régmúlt ipari technológiája helyére kerül egy olyan modern közösségi épület, egy olyan modern objektum, ami ötvözi a múltat és a jövőt, hiszen ezen épület együttes bizonyos részeibe a korszerű informatikai, robotikai eszközök kerülnek majd beépítésre, illetve hát egy olyan fajta létesítmény rész is megvalósul. Egy kicsit arról, hogy mi is lesz itt ezen a helyszínen. A velem szemben lévő főépület emeleti részén egy legalább 400 főt, tehát több mint 400 fő befogadására is alkalmas rendezvényterem létesül, ahol a konferenciáktól kezdve a lakodalmakig, bálokig mindenféle rendezvény megtartható lesz. Úgy gondolom, hogy
hogy Baranya megye egyik legimpozánsabb rendezvény termét fogjuk kialakítani. A földszint legalábbis egy része passzásszerűen kerül kialakításra, ahol idegenforgalmi iroda és üzletek kerülnek elhelyezésre. Az üzletekben az a célunk, hogy elsősorban hungarikumok, helyi specialitások kerüljenek árusításra, illetve hát az idegenforgalmi irodában eligazítást nyújthatnak majd az ide látogatóknak. Elsősorban az a víziónk, hogy a szállodahajókon érkezők lesznek azok, akik nagyobb számban ezt az irodát felkeresik és a szolgáltatásait igénybe veszik. És hát lesznek a különböző kiszolgáló helységek, melegítő konyha, ruhatár és egyéb ilyen helységek, amik ahhoz szükségesek, hogy ez az objektum megfelelőképpen tudjon működni. Ha valakinek nem tűnt volna fel, úgy is tudja már az eddigi híradásokból, hogy csupa műemléki épület, vagy szinte csupa műemléki épület vesz körül bennünket. A műemléki épületeket mind megtartottuk. Azzal, hogy az épületek felújításra kerülnek, de úgy, hogy az összes védendő jegy meg kell, hogy maradjon, és hát a múltat, részben a múltat fogja idézni, nem a tetőn lévő felirattal, hanem inkább a védendő értékek hangsúlyozásával. A területen ugye találhatók még további műemléki ingatlanok, ahol a kisebbek számára játszóházat létesítünk, és hát a másik részben, másik szárnyban, szintén egy műemléki szárnyban kerül kialakításra a már említett robotika, informatika terem. Ezzel az a célunk, hogy egyrészt segítsük az itteni szakképzést, a szakképző intézmény oktatási programját, másrészt pedig, hogy a gyerekek a legkisebbektől az idősebbekig megismerkedhessenek az új kor, az új technika vívmányaival, így oktatási kereteken kívül is találkozhassanak az új korszerű technikával, technológiával, és adott esetben kedvet kapjanak, hogy ilyen irányban képezzék magukat. Az udvaron közösségi tereket fogunk létrehozni, sétatereket, utcabútorokkal, a főépület velem szemben lévő részén olyan úgy kerül a lépcső, a rámpa kialakításra, hogy a színpadként is használható legyen, tehát szabadtéri programokat, koncerteket is lehet majd tartani. A terület déli végén kerül kialakításra egy játszótér a kisebbeknek, illetve lesz egy szenior játszótér az idősebbeknek, és elhelyezünk a területen egy, hát immár mostanra városunk jelképévé vált busó szobor csoportot is, ami a Dunai átkelést, a csónakos átkelést fogja mutatni, megjeleníteni, szimbolizálni. Hát úgy körülbelül, talán röviden összefoglalva ebből állna a program. Az a program, amelyre összesen 800 millió forint támogatást nyertünk, ugye ennyire lehetett pályázni, és 100% támogatási intenzitás mellett. Hát, mint általában az építési beruházásoknál, itt is ez a forrás nem bizonyult elegendőnek, mint egy 107 millió forint többletforrás igény keletkezett, amelyre további pályázatot nyújtottunk be, hát ennek a sorsa még egyenlőre bizonytalan. De ha a többletforrás igényünket nem támogatják, természetesen a programot akkor is megvalósítjuk, és a vállalkozókat ki fogjuk fizetni. Tehát a szükséges forrást akkor önerőből hozzárendeljük. Az a tervünk és az az elképzelésünk, hogy a valamikori kémény az megmarad, és úgymond napóraként fog,
funkcionálni. Tehát érdekességként, illetve hát multidézőként is. Gondolom az sem titok senki előtt, hogy a szomszédos volt Temaforgi üzemi terület is ennek a barnamezős programnak tehát egy másik barnamezős programnak a részét képezi, és a két területet összevontan fogjuk kezelni. Az az elképzelésünk, hogy a térburkolatok, utcaburkolatok úgy legyenek kialakítva, hogy azok egymáshoz illeszkedjenek, egymással harmonizáljanak. Természetesen igyekszünk majd megfelelő parkolóhelyeket is kialakítani, illetve hát a közösség, a nagyobb közösség számára az épületen belül és az épületen kívül is megfelelő vizes blokkokat kialakítani. Most részben érintettem a másik beruházást, de azzal most egyelőre ennyit, vagy arról egyelőre ennyit. Azt remélem, hogy még az első fél évben, ugye optimista verzió szerint sor kerülhet a kapcsolódó másik barnamezős programrész nyitó rendezvényére is. Én a befejezésül szeretném megköszönni a tervezőnek, Dombai Gyulának a munkáját. Ugye sokat dolgozott ezen a programon, és sokat bajlódott vele. Mi, akik ismerjük, tudjuk, hogy egy szép, impozáns tervet készített. Azt remélem, hogy ez, amit az ő tervei alapján sikerül megvalósítanunk, ez sokáig, évtizedekig, vagy inkább évszázadokig fogja szolgálni a mohácsiakat és az ide látogató turistákat. Az is nyilvánvaló, hogy itt az emberek jól érezzék magukat, ahhoz különböző szolgáltatások is kellenek. Ugye mellettünk magánberuházásban egy étterem épül, az a tulajdonos ígérete, hogy a város egyik legjobb, ha nem a legjobb éttermét kívánja itt létrehozni, létesíteni. És az egész barnamezős objektumnak a másik felén, az már a temaforgos terület, ott pedig büfét fogunk létrehozni, létesíteni azoknak, akiknek erre igényük lesz. Még egyszer köszönöm a tervező munkáját, a kollégáim munkáját, akik a pályázatok előkészítésében, megvalósításában, lebonyolításában részt vettek, és hát bízom benne, hogy akkor a tervek szerint legkésőbb jövő szeptemberben újra itt állhatunk és átadhatjuk már a megújult objektumot. Az impozáns dudaparti volt sejemgyár főépületének emeleti csarnokában egy több mint 400 főt befogadni képes kulturális események, konferenciák, lakodalmak, bálok lebonyolítására kiválóan alkalmas rendezvénytermet alakítanak ki a tervek szerint, közölte a 800 millió forintos támogatással megvalósuló rehabilitációs projekt nyitó programján Mohács polgármestere. Szekó József elmondta, a földszinten egyebek mellett iroda és üzlethelyiségek kaptak helyet. A régi Gubó raktár blokkjában technológiai és innovációs központ létesül, fókuszban az informatikával, a programozással és a robotikával. A külső környezetet zöld felületek, térburkolat és utcabútorok teszik harmonikussá. A gyerekeket játszótér, a felnőtteket szenior játszótér várja majd. Mohácson a lakosság jelentős része jár rendszeresen kerékpárral munkába, boltokba és egyéb ügyeket intézni. Ezért is kezeli a városvezetés hosszú évek óta kiemelten a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtését, illetve kiterjesztését. A napokban két fontos szakaszt adtak át, melyekkel tovább bővült Mohács kerékpárút hálózata. Uniós pályázati forrásból újabb bicikliutak szolgálják városunkban a közúti közlekedés biztonságát. A most elkészült két szakaszt április 25-én avatták fel az Ipari Parkban található inkubátorház szomszédságában. A megjelenteket Szekó József, Mohács polgármestere tájékoztatta a több mint 200 milliós beruházás részleteiről. Egy-egy fejlesztési programnál, főleg amelyik támogatásból épül, azt gondolom, hogy a két legfontosabb esemény, dátum, vagy ahogy most már pályázatoknál így
ránk ragadt mérföldkő, az szerintem az egyik, amikor a támogatási döntés megszületik, a másik pedig, amikor az átadásra sor kerül. Hogy ma ennek a elsősorban kerékpárutas programnak ezen aktusán vagyunk jelen, amikor is két kerékpárút szakaszt adhatunk át. Érdekes ez a program, mert ugye eredetileg három elemből állt volna ez a program, a két kerékpárút szakaszból, ugye itt mellettünk vezet mintegy 440 méter hosszan az inkubátorháztól a Vágóhídig egy kerékpárút szakasz, és a Mohácsi Szőlőhegyen az 56-os úttal párhuzamosan a korábban az iparterületet átszelő kerékpárutat a Himesi elágazástól az óvodáig összekötő mintegy 1440 méter kerékpárút szakasz, amelyeket most átadunk, és a harmadik eleme lett volna a körforgalom. A mi Mohácsiak, ugye csak úgy szoktuk emlegetni, hogy a Blumnál, sajnos a Blum az már rég nem létezik, de tudjuk, hogy mely kereszteződésről beszélek. Nos, a programnak ez a harmadik eleme nem valósulhatott meg több okból. Ott kezdődik a történet, hogy a körforgalom állami főútvonal és önkormányzati út kereszteződésében épült volna, ezért konzorciumi megállapodást kellett kötnünk az állami közútkezelővel a körforgalom megvalósítására, hiszen tulajdonjogilag keveredett a projekt, az önkormányzati és az állami tulajdon is érintve volt a programban. Eredetileg is úgy kalkuláltuk, hogy a tervezői költségvetések alapján, hogy annak a körforgalom programelemnek lesz mintegy 5-10 millió forintnyi többletköltsége. Ugye ez mindig a közbeszerzési eljárások lefolytatása után derül ki, hogy tulajdonképpen hogy is állunk a költségekkel. De az engedélyeztetési eljárás során, a közmű egyeztetések során a közmű tulajdonosok különböző új és új igényekkel, követelésekkel álltak elő. Az energiaszolgáltató azzal az igénnyel, hogy a kereszteződés alatt húzódó 10 kV-os vezetéket azt teljes egészében helyezzük át, építsük át. Ugye már megszoktuk az ilyenfajta igényeket, hogy lassan már, hogyha az energiarendszert érintő beruházást hajtunk végre, akkor lehet lassan már paksig majd ki kell a háttérhálózatot cserélnünk, vagy meg kell fejlesztenünk. Hát itt is ugye érdekes feltételt szabott az energiaszolgáltató, és hát nem sokkal volt különb a Magyar Telekom sem, amelyik pedig az optikai kábel teljes cseréjét várta volna el tőlünk. És hát időközben a konzorciumi partnerünk is jelezte, a Magyar Közútkezelő, hogy az általa lefolytatott keretmegállapodásos közbeszerzési eljárások során olyan fajlagos költségek alakultak ki, amelynek a révén az útépítésben is jelentős többletköltségekkel kell kalkulálni. Ezek a többletköltségek először elindultak ilyen 31 néhány millió forintról, és a végén már megközelítették a 100 millió forintot, és úgy látszott, hogy nincs vége. Hát nem lehet tudni, hogy a partnerek és az érintett közműszolgáltatók igényei azok mikor zárulnak. Mostanában divatos kifejezéssel élve úgy nézett ki, hogy ez egy ilyen felülről nyitott büdzsé, csak hát ez mind az önkormányzat zsebére ment volna. Mivel úgy láttuk, hogy ezeknek az újabb és újabb igényeknek és költségeknek úgy tűnik, hogy semmi nem szab határt, és mellette
az újabb igények révén újabb tervezői, újabb tervkészítésre lett volna szükség, újabb eljárásra, aminek a révén annak a veszélye is fenn, tehát az egész projektet veszélyeztette volna az új tervezési folyamat, amely, ha elhúzódik, és ugye tudjuk, hogy manapság az sem egyszerű, tehát hogyha nem várt módon elhúzódik, akkor nemhogy a körforgalom, de még a kerékpárutak sem épülhettek volna meg, nem tudtuk volna lebonyolítani a közbeszerzési eljárásokat, és a teljes 400 milliós program kútba esik. Ezért úgy döntöttünk, hogy a körforgalom építéséről lemondunk, és a körforgalom megvalósítására megítélt összegből mintegy 50 millió forint átcsoportosítását kértük és kezdeményeztük a kerékpárút fejlesztésre, mert hát ott is többletköltségek jelentkeztek, mint mostanában minden építési beruházásnál. Úgyhogy erre a közleműködő szervezettől, illetve az irányítóhatóságtól a támogatást megkaptuk. Ilyen formán a kerékpárút építéshez szükséges forrás az rendelkezésünkre állt, ezt a két kerékpárút szakaszt meg tudtuk építeni, a körforgalom pedig a jövő zenéje az majd valószínű, hogy egy másik programnak lehet az eleme. Ennek a programnak még része egy traktor vásárlása, az is egy szép történet, talán ötödször futunk neki a közbeszerzési eljárásának, és hát része még többek között különböző rendezvények és versenyek, kerékpáros versenyek lebonyolítása a gyermekek részére. Én úgy olvastam, hogy a világ kerékpáros fővárosának Koppenhágát tartják, amelynek olyan 300 kilométer körüli kerékpárút szakaszokkal rendelkezik, tehát ennyi az összkerékpárút hálózat hossza. Nálunk közel 40 kilométer, úgyhogy ha figyelembe veszem azt, hogy Koppenhágában 1,2 millió ember él, Mohácson meg 19 ezernél valamennyivel több, akkor az egyfőre jutó kerékpárút szakaszok hossza az nálunk ilyen 50-60 szoros a koppenhágainak. Úgy gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk akkor a kerékpárút fejlesztéseinkkel sem. És hát tegyük mellé azt, hogy még úgy vélem, hogy indokolt a továbbfejlesztés és célunk is a kerékpárút hálózatunk továbbfejlesztése. Én azt remélem és azzal adom át, hogy ez sokaknak fogja szolgálni a biztonságos közlekedését és a kikapcsolódását. Hát abban a reményben, hogy tudunk majd tovább lépni kerékpárút fejlesztéssel is és körforgalomépítéssel is. Újabb kerékpárutak szolgálják városunkban a közlekedés biztonságát. Az egyik ilyen pálya az Ipari Park inkubátorházától az MC-Vágóhíd bekötő útjáig kanyarog, mintegy 600 méter hosszan, a másik a szőlőhegyi forgalomirányító lámpás kereszteződésnél lévő KPM telephelytől indulva az 56-os főúttal párhuzamosan az ottani erdősáv mellett vezet szintén a Vágóhídi bekötő útig, közel másfél kilométeren át. Az avató rendezvényen Szekó József Mohács polgármestere és Radó Krisztina, a Magyar Államkincstár Baranya megyei igazgatóságának igazgatója vágta át a nemzeti színű szalagot, átadva ezzel a nagy közönségnek is az új szakaszokat. Modern informatikai eszközök, új generációs mikroszkópok és programozható robotok is segítik a tudás elsajátítását a Mohácsi Jenő Városi Könyvtárban. A földszinten elkészült egy tanterem és egy teljesen felújított, speciális gyakorlóterem a Természettudományos Élményközpont Mohácson projekt részeként. A programban többek között szakkörök, foglalkozássorozatok, műhely és klubfoglalkozások, valamint természettudományos táborok várják az általános és középiskolás csoportokat.
Már közhelynek számít a szállóige, miszerint a tudás hatalom. Az állítás tartalmával talán csak kevesen vitatkoznak, mint ahogy azt a tényt is nehéz cáfolni, hogy napjainkban egyre kevesebb területen lehet boldogulni megfelelő informatikai ismeretek nélkül. A Mohácsi Jenő Városi Könyvtárban átadott Természettudományos Élményközpont avatóján Szekó József polgármester beszélt a program céljáról, valamint reményét fejezte ki, hogy sok gyereknek szolgál örömére és hasznára a beruházás. A mai napon már részt vettünk egy program átadásán, ugye kerékpárút szakaszokat adtunk át az ipari parkban, illetve a Szőlőhegyen, és most pedig egy másik jellegű, egy egész más jellegű programnak egy szakaszát fogjuk tulajdonképpen lezárni. Nem a programot zárjuk le, hanem egy EFOPOS programnak, amely keretében 296 millió forint támogatást nyertünk. Ennek egy bizonyos szakasza kerül tulajdonképpen átadásra. A programnak magának a célja az, hogy a természettudományos ismeretek, az informatikai ismeretek oktatása terén egyrészt segítséget nyújtson az oktatási intézményeknek, de ami talán fontosabb, felkeltse a gyerekek érdeklődését, de talán nem csak a gyerekekét, hanem az idősebbekét is, tehát a legfiatalabbaktól a legidősebbekig. Ennek a programnak a kapcsán ugye az jutott eszembe, hogy van egy mondás, hogy akkor kell részvényt venni, amikor mindenki elad. Hát talán emlékeznek rá, hogy amikor Magyarországon a múzeumokat bezárták, amikor általában az volt a jellemző, hogy a települések a múzeumaikat bezárták, vagy legalábbis a működését korlátozták, akkor mi új múzeumot építettünk. Egyáltalán nem bántuk meg, sőt úgy gondolom, hogy az idő bennünket igazolt, hogy azt a létesítményt még tovább kell fejleszteni. Úgy gondolom, hogy ugyanezt elmondhatjuk majd a könyvtárról is, a mi könyvtárunkról, amellyel az a célunk, hogy egy helyi kis tudásközpont legyen, ahol kikapcsolódhatnak, tanulva kikapcsolódhatnak fiatalabbak is és idősebbek is. Tehát ahogy említettem, ez egy 296 millió forintos program, amelynek most egy olyan közbenső állomásán vagyunk, aminek a keretében kialakításra került egy 40 fős oktatóterem, egy számítástechnikai terem, és hát az oktatáshoz szükséges eszközök is beszerzésre kerültek, az informatikai eszközök, természettudományos eszközök, és nyilván a hozzá szükséges bútorok is. Tehát úgy vélem, hogy a feltételeket megteremtettük ahhoz, hogy az elkövetkezendő években az az oktatás, amelyet ez a program megcélzott, az eredményesen és minél nagyobb érdeklődést keltve folyjon. Remélem, hogy sok-sok gyereknek örömére és hasznára. Még befejezésül annyit elmondanék, hogy azért ebben a létesítményben folyt egy másik EFOPOS program és egy területi operatív programos beruházás is. Tehát összességében több száz millió forintot fordítunk a könyvtárunk fejlesztésére, és hát akkor, amikor azt mondják, hogy a könyvtárak elvesztik a létjogosultságukat, hiszen a mai digitalizált világban és az internet világában már nem lesz szükség a könyvtárakra. Mi egészen másképp gondoljuk, úgy gondoljuk, hogy igenis szükség lesz rájuk, igaz, hogy egy kicsit más módon, másképpen modernebb eszközökkel, korszerűbb eszközökkel kell az ide látogatókat fogadni, kiszolgálni, de úgy vélem, hogy a jövő majd ennek az intézménynek a fejlesztése kapcsán is bennünket fog igazolni. Én köszönöm szépen a figyelmüket, és hát ezzel a gondolattal zárnám a mondandómat. Köszönöm szépen. Szekó József polgármester köszöntőjét követően Kovács Némodor Erika, a szakmai munkacsoport vezetője ismertette a projekthez tartozó szakmai programot, bemutatva az előzményeket és a tankerületben megnyíló lehetőségeket. Modern informatikai eszközök, új generációs mikroszkópok és programozható robotok is segítik a tudás elsajátításának
interaktív és lebilincselő lehetőségét a Mohácsi Erővárosi Könyvtárban. A komplett épület átadására még várni kell, a földszinten azonban már elkészült a tanterem és a teljesen felújított, speciális gyakorlóterem a Természettudományos Élményközpont Mohácson projekt részeként. A programban többek között szakkörök, foglalkozássorozatok, műhely és klubfoglalkozások, valamint természettudományos táborok járulnak hozzá ahhoz, hogy érdekesebbé és érthetőbbé tegyék az általános és középiskolások számára a tanórákon hallottakat. A húsvét csendes, bőti időszakát a népi szokásvilágban általában vidám bálozás követte. Nem volt ez másként Mohács nemzetiségeinél sem, melyek azonban hosszú időn át külön-külön tartották mulatságaikat. A város legújabb kori kultúrtörténetének egyik fontos fejezete, hogy immár hagyományos jelleggel közös bájukba invitálnak a helyi svábok és sokacok. Egy esemény színvonalát és népszerűségét jól tükrözi az, amikor csak elővételben lehet rá jegyet váltani, és úgy is el kell minden belépő. Igaz ez a már hagyományosnak mondható sváb sokac bára is, melyet az ifjúsági centrumban rendeztek meg április 27-én. A megjelenteket Mohácsváros önkormányzata nevében Cserdi Áron alpolgármester köszöntötte, aki felidézte. Az elmúlt évszázadokban a svábok és a sokacok is bizonyították, hogy a helyi társadalom és kultúra fontos építőkövei. Hozzátette, a város sikereihez nagyban hozzájárult, hogy nemzetiségei elkötelezettek voltak, és azok is maradtak a közös fejlődés iránt. Stábunknak elsőként a Mohácsi Német Önkormányzat elnöke, Hánerné Fét Gabriella beszélt a rendezvényről. Hát azt gondolom, hogy mindenképpen, ha nem is értük el a tavalyi rekordot, de nem sokkal maradtunk a tavalyi rekordtól el, és tényleg, hogyha körbenézünk, és remélem pár órán belül, tényleg, hogyha körbenézünk, teljes lesz a táncparkett, és a terem is teljesen foglalt, úgyhogy azt gondolom, hogy lehet, hogy bátor ötletnek tűnik, de ez a mai létszám megint bizonyította azt, hogy ennek a bálnak, vagy ennyi bálnak itt Mohácson helye van. A sváb sokacbár ötlete kitől származik? Közösen találták ki a két önkormányzat, vagy van ennek valamilyen története? Nem, és én ezt minden alkalommal kihangsúlyozom, hiszen az ötlet Filákovics Istvántól, a Mohács Nemzetiségi Tánc Együttes vezetőjétől jött. Ő 2012-ben egy nagyon nagy sikerű koreográfiát rakott össze, Sváb sokac lakodalmas címmel. Azt hiszem, hogy itt Mohácson ennek tényleg helye van, hiszen Mohácson nagyon sok vegyes házasság van, ahol a gyerekek tényleg vegyes házasságban élnek, és párhuzamosan szívják magukba ezt a kultúrát, és ebből kifolyólag az is előfordult a régebbi időkben, hogy sváb fiú sokac lányt vett el, vagy pedig ahogy a koreográfiában éppen fordítva, bár azért a régmúlt időkben ez nem volt olyan természetes dolog, nyilvánvaló, de ennek a jelenségnek, ennek a vegyes házasságnak állít emléket tulajdonképpen ez a koreográfia. Ez a koreográfia fesztiváldíjat nyert több rendezvényen is, és ekkor jött az ötlet, miután Mohácson tényleg ez a mindennapok része a sváb sokac együttélés és a közös házasságok is, hogy akkor egy ilyen bált rendezzünk. Éppen ezért idén most már a 7. alkalommal kerül megrendezésre ez a bál. És most tegnap végignéztem a korábbi létszámokat, és tényleg egy szinte töretlen fejlődés látható, ahogy a 300-as létszámtól eljutottunk most majdnem a duplájáig. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen azt mutatja, hogy itt ennek a bálnak tényleg helye van. A háttérben már próbál a zenekar. Ők igazából egy sváb zenekar, vagy pedig egy sokat zenekar, vagy mindenhez értenek? Hát igen, a bál alapötletéhez hozzátartozik az is, hogy két zenekarunk van. Az Unterrock zenekar húzza a sváboknak, vagy a sváb zenére a talpalávalót, a Juice együttes pedig a sokat zenét, vagyis hát a sokat táncokat adja a zenét, de például a tavalyi évben is előfordult, hogy közösen együtt játszottak különféle számokat, úgyhogy ez különösen öröm. Körülbelül 40 percenként váltják egymást a zenekarok, úgyhogy így lehet a különféle táncfajtákat is váltani. Az azért érdekes, és mindenképpen nagyon szép látvány, hogy nem arról van szó, hogy váltásokként akkor mindig a féltársaság éppen üldögél, mert hogy nem az ő zenéje szól. Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy ez egyáltalán nem azt jelenti, mert itt Mohácson nagyon sokan szeretik mind a kétféle zenét, és nagyon is tudnak táncolni rá, úgyhogy azt gondolom, hogy van, aki töretlenül végig táncolja az egész estét mindenképpen. Azon kívül nagyon sokan a Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes tagjai is voltak, amely szintén ennek klasszikus példája, hogy a magyar táncok mellett ugye a sváb és a sokat tánc is párhuzamosan tanulják és űzik is magas színvonalon. Ha most a német, a sváb vonalat nézzük, akkor nagyon szép gesztusként mindig rozmaringgal fogadják a belépőket itt a sváb, vagy éppen a sváb sokacbában is. Ennek mi a szimbolikája? Igen, a svábok életét végig kísérte a rozmarin, tehát jelképe a hűség, a szerénység, az ártatlanság jelképe, kezdve attól, hogy
hogy a lányoknak rozmarin volt tulajdonképpen a mennyasszonyi csokruk, a fiúk nagyon gyakran ajándékoztak rozmarin szállat a lányoknak, a végén pedig azzal, hogy sokszor a halottakat is ezzel szentelték meg, tehát a rozmarin végig vonult tulajdonképpen az egész sváb életen, vagy végig vonult korábban, de én úgy hallottam, hogy a sokacoknál sem volt ez másként, tehát ez a szerény, nemes virág, vagyis hát bokor szerintem mindenképpen szimbolizálhatja mind a két nemzetiséget. Nincs már olyan messze a nyár, és ha itt a nyár, akkor általában jön vele a jó idő. Itt most mi zárt térben beszélgetünk, de azért lesz esetleg svábbál önállóan szabad téren is idén? Mert ennek is van már egy kis hagyománya azért. Hogyne, igen, hogyha azzal kezdtük, hogy a svábbál után merészség svábsokat vált rendezni, akkor lehet, hogy még nagyobb merészségnek tűnik, hogy szinte egy hónap múlva, május 31-én szezonnyitóként szervezzük a sváb utcabálunkat, és miután a tavaly évben is ennek nagy sikere volt, remélem, hogy az égiek is velünk lesznek megint jó időben, és megint legalább olyan létszámmal köszönhetjük a résztvevőket, mint a tavaly évben. Idén megint újítottunk annyiból, hogy ott az Unterrock zenekar fog játszani ebben a svábba, az utcabálban, és hát mindenkit szeretettel várunk. Az idén 7. alkalommal megrendezett Mohács és Sváb Sokac bál ötletgazdája Filákovics István. A Sokac családból származó nyugdíjas pedagógust, a Mohács Néptánc Együttes vezetőjét a Városi Televízió arról kérdezte, miért érezte szükségét annak idején, hogy életre hívjon egy ilyen eseményt. Én tök véletlenül csináltam egy olyan koreográfiát, ami Sváb Sokac lakodalmas. Ezt a két nemzetiséget így összeraktam egy táncban, amit az életből vettem a példát, ugye mert rengeteg olyan házasság van itt Baranyában, főleg de Mohácson is, ahol Sváb Sokac házas pár esküdött össze, tehát alapított családot, és akkor megkerestem Fét Gabriellát és a Német Önkormányzat elnökasszonyát, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy bált is, és ott előadnánk ezt a lakodalmast. Nagyon érdekes, hogy az emberek sokszor megállítanak és azt mondják, hogy mikor lesz a Sváb Sokac lakodalmast, tehát összekötik ezt a kettőt, ez nagyon érdekes. Ugyanez a 6. alkalom, ha jól tudom, 3-szor volt ez a táncunk is, de már ugye próbálunk mindig mást csinálni. Miközben az egy megunhatatlan produkció, hiszen ha csak most a haza beszéltek picikét a televíziónk honlapján, ahol ez föl van töltve, sok ezer megtekintés van már mögötte, tehát valóban nagyon sokan nézik, és nem csak Mohácsról ezt a bizonyos Sváb Sokac lakodalmast. Hogyha most az öltözékét figyeljük, akkor azt látjuk, hogy ez nem az a klasszikus Sokac ruha. Ennek milyen magyarázata? Miután az általam vezetett Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes ugye elejétől kezdve 46. éve 3 nemzetiségű, tehát nálunk svábot, sokacot és magyar táncolunk egyformán. Én ugyan a sváb sokac bálon mindig sokac ruhába szoktam lenni, de ezúttal egy olyan táncot táncolunk el a kicsi gyerekekkel, amiben én is szerepelek, és az sváb tánc, úgyhogy ma én is sváb vagyok. Es war hart schön und jetzt eine neue Tanz, zum Beispiel Ponna. Goya-Tanz! Goya-Tanz! 1, 2, Miami, 3.
Schustertanz. Dreimal. Ein, zwei, drei. Und fertig, mein Schuh. Wie geht das Mädel zu? Der Vater ist so fein. Es muss der Stunde sein. Fertig, mein Schuh. Wie geht das Mädel zu? Der Vater ist so fein. Es muss der Stunde sein. Említettük a néptánc együttest, ami ugye 45 plusz 1, tehát 46 éves. Lehet számítani majd valamilyen jubileumi produkcióra? Igen. Tavaly ünnepeltük volna a 45 éves jubileumot, több technikai ok miatt nem tudtuk ezt megtenni. Így idén, augusztus 16-án a Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivál előli estén, akkor lesz a 45 plusz 1 éves jubileumi műsorunk. Veselo, veselo!
Fausztina többször beszélt látomásaiban Jézussal. Ezekről a beszélgetésekről a lengyel származású nővér naplót is vezetett. A bejegyzések szerint Jézus kérte, hogy a húsvét utáni első vasárnap az isteni irgalmasság napja legyen. Második János Pál pápa ennek szellemében hirdette ki 2000. április 30-án az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Az isteni irgalmasság vasárnapján Molnár Erik diakónus olvasta fel az evangéliumi részletet és mondott prédikációt.
a Szentbeszédben elhangzott, Isten egyik tulajdonsága az irgalmasság, egy olyan erény, ami a segítségnyújtásban nyilvánul meg. Krisztusban, szeretett testvéreim! Húsvét második vasárnapjának ősi elnevezése az Fehér Vasárnap, ami utal arra, hogy eddig a vasárnapig hordták a húsvét vigíliai szentmisén, megkereszteltek a fehér ruhát. És a 2000 óta második János Pál pápa, Szent második János Pál pápa ezt a vasárnapot az Isten irgalmasságának szentelte. Ezen a vasárnapon, 2000. április 30-án avatta szenté Szent Faustina nővér. Szent második János Pál pápának az életét végigjárta az isteni irgalmasság gondolata. Így fogalmaz a Szent Pápa. Minél inkább eltávolodik az ember Istentől és az irgalom misztériumától, és minél inkább elveszíti a világ eszmének hatására az irgalom szó értelmét, az egyháznak annál inkább joga és kötelessége, hogy hathatós kiáltással forduljon az isteni irgalomhoz. És mi is ez az irgalmasság? Istennek az egyik tulajdonsága, olyan tulajdonság, olyan erény, amely segítségnyújtásban nyilvánul meg. Akkor is, amikor a jog vagy az igazság ezt nem várná el. Az irgalmasság a nagyobb lehajlása a gyengébhez, és készség a megbocsájtásra. Az irgalmasság, az keresztény alapmagatartás is kell legyen. A keresztény ember irgalmasságának alapját és példáját Istennek, Jézus Krisztusban megnyilvánuló, megelőlegező szeretetéből kell nyerje. A Jézussal találkozó ember felismeri, hogy az Isten szereti őt, értékes az Isten szemébe. És a bűnösök, akik a törvény alapján Istentől nem remélhetnének semmit, pontosan ez az Istennek az irgalmassága az, amely megadja az új életnek az alapjait, a kezdeteit. És a Szent Pápa nem egy új dolgot vezetett be 2000-ben, ugyanis hogyha megnézzük a Szentírást, akkor az Isten irgalmassága az végig megjelenik a Szentírásban. Az Ószövetségben is megtalálható, az Isten nem feledkezik meg teremtményeiről, nem feledkezik meg arról a szövetségről, amit atyáinkkal kötött. És ott van a választott néppel is, amikor kivonul Egyiptomból, ott van a pusztai vándorlás során. De még a babiloni fogságban is az Isten az ő népével van. És az új szövetségben pedig Jézus Krisztus által jelenik meg az Isten irgalmassága, megjelenik Jézusnak az életében, a cselekedeteiben és a példabeszédeiben. Az Efezusi levélben olvashatjuk, az irgalmasságban gazdag Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy bár bűneink miatt voltak voltunk, Krisztussal életre keltett minket. És a katekizmus a mai napra a következőképpen fogalmaz, egyedül Krisztus szíve, aki ismeri Atya szeretetének mélységei, tudta nekünk ennyire egyszerű módon és szépséggel kinyilatkoztatni Atya irgalmasságának mélységeit. És az irgalom és a megbocsájtás a szorosan összekapcsolódik egymással. Hallhattuk az evangéliumban, hogy amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, nem megerősíti őket, nem egy újabb tanítást ad nekik, hanem a közösségnek a legdrágább kincsét bízza rájuk, ez pedig a megbocsájtás. Azt mondja Jézus nekik, hogy vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsájtjátok bűneit, az bocsánatot nyer. És ez a kettő, az Isten igazságossága és az Isten irgalmassága már a keresztfának a misztériumában is megjelenik. És a húsvéti elbeszélések is ezt a kettőt ünneplik. Jézus az utolsó vacsorán
Tudta, hogy először a szeretetről és az egységről kell beszéljen a tanítványainak, őket erősíteni kell ebben a kettőben, és a feltámadás által egy új útjuk kezdődik meg, ez pedig az irgalom és a megbocsájtás kell legyen. És akkor feltehetjük magunknak a kérdést, hogyha a Szentírásban végig az Isten irgalmassággal jelenik meg az Ószövetségben és az Új Szövetségben is, akkor miért volt fontos az, hogy Jézus még a feltámadása után is az Isten irgalmasságáról beszéljen? És hogyha magunkba tekintünk, akkor sokszor mi is olyanok vagyunk, mint a Tamás. Kételkedünk, és az Isten megerősíteni akar minket. Ugye Tamás apostol nem volt velük, amikor Jézus először megjelent a tanítványok közösségének, hallhattuk az evangéliumban, és hiába próbálják bizonygatni neki, hogy látták az Urat, nem hiszi el. Egy történet szerint Pistinek az édesapja Algériában dolgozott, és amikor elkezdődött az új tanév, Pisti lelkesen mesélte osztálytársainak, hogy édesanyjával el volt édesapját meglátogatni Algériában, és még a puputevén is tevegelt. És persze irigykedve hallgatták ezeket a történeteket osztálytársai, és nem akartak hinni neki. És amikor Pisti megmutatta nekik a fényképet, akkor hittek. És így járt Tamás apostol is, csak neki Jézus nem fényképet mutatott meg, hanem megmutatta valódi testét, a feltámadott testét. És ebből a hitetlenségből születik egy nagyon szép imádság, én Uram, én Istenem. És ahogy Jézus megjelent Tamásnak, hogy mi is sokszor mondjuk, hogy jó volna nekünk is, hogyha megjelenne Jézus, hogyha megjelenne, hogyha beszélne hozzánk, a saját szavainkkal hallhatnánk, a saját fülünkkel hallhatnánk az ő szavait. És ekkor Jézus mondja Tamásnak, hittél, mert láttál, boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. És ezek a boldogok, ezek mik lehetünk? Hogyha elhisszük az egyház által hirdetett üzenetet a feltámadásról. Amen. A szertartás keretében Szent Márk evangélista napjára utalva Bacsmai László plébános végzett búzaszentelést. Jól indult számunkra a felnőtt mérkőzés, majd rémálomszerűen fejeződött be. A félidei 3 gólos hátrányból hamar felálltak a vendégek, és szép lassan át is vették a mentális fölényt. Így írt közösségi oldalán a Mohácsi Tornaegylet 1888 női kézilabda csapatának krónikása, az április 27-i Rinyamenti KC ellen elszenvedett vereséget követően. Sporttudósító kollégánk a mohácsiak egyik játékosával, Takács Krisztinával készített interjút a meccs után. Üdvözlöm a tisztelt nézőket! Takács Krisztina áll velem szemben, egy 22 éves, elszánt, ambiciózus és céltudatos hölgy, aki Győrből érkezett hozzánk. Őt kérdezzük egy kicsit a múltjáról, ha jól tudom, megjártad a Haladást, a Szombathelyet, és jelenleg itt tartózkodsz nálunk. Hogyan kerültél egyáltalán a Mohácshoz, illetve hogyan ismerkedtél meg a kézilabdával? Hát még volt egy fél éves szerződésem a Szombathelyen, viszont a Csaba már megkeresett tavaly nyáron is. Mivel élő szerződésem volt, ezért még ott maradtam, viszont egyéb okok miatt úgy döntöttem, hogy fél évkor csapatot váltok, és úgy jöttem ide Mohácsra. És amúgy 7-8 éves koromban kezdtem el kézilabdázni, azt is a Győr egyik utánpótlás csapatában, úgyhogy azóta kézilabdázom. Mi motivált arra, hogy egyáltalán a Győrtől, ami azért egy elég nagy múltú és nagy hírű kézilabda tímmel rendelkezik, tehát mi motivált arra, hogy onnan elgyere, és máshol is kipróbáld magad? Hát igazából, hogy a Győr BL csapat, mikor a juniorból NB1B-ből ugye kiöregettem, akkor hát nyilván a felnőtt csapatban nagyon nehéz bekerülni, és akkor ott akkor kellett váltanom, és váltottam is. És onnantól kezdve utaztad be az országot, mondjuk így, ugye Haladás is mi volt, Szombathelyi KKA, ott albérletbe, vagy hazajártál? Albérletbe laktam ott is, igen. A szünidődben mi jót csinálsz?
Fú, hát a lányokkal nagyon sok időt töltünk az edzéseken kívül is, de igazából minden kávézunk, moziba járunk, mindenfélét csinálunk, bár itt Mohácson nem olyan könnyű, de azért feltaláljuk magunkat. Haza szoktál járni a szüleidhez? Igen, de hogyha nem tudok én hazajönni, akkor ők sűrűn leszoktak jönni, megnézik a meccsemet, úgyhogy azért találkozok velük is. Én azt gondolom, hogy a meccseiden csalódást nem okozol, hiszen szélső és átlövő pozícióba szoktál játszani. Ugye a mai mérkőzésen, amiben ugyan alul maradtunk, de szélsőként 3 gólt is szereztél. Mennyiben könnyű vagy éppen nehéz egy szélső vagy egy átlövő feladata? Hát nyilván szél azért egy kiszolgáltatottabb poszt, de mindegyiknek megvan az előnye, hátránya, úgyhogy én szeretek szél lenni, de hogyha átlövőbe kell játszanom, hogyha odarak az edző, akkor ott teljesítek. Mennyire tetszik neked a mohácsi tím, mennyire tetszik maga a mohácsi csapat, az edző, meg maga a város hangulata? Hát ugye a Feri volt Szombathelyen edzőm, és ott is úgy jól kijöttünk, a lányok nagyon kedvesek, nagyon jól fogadtak, sikerült hamar beilleszkednem, úgyhogy eddig nagyon jól érzem magam. Hát így, hogy akkor Füzesi Ferenc volt az edződ, akkor egy picit talán egy lépéssel előrébb voltál, mint mások, akik úgy kerülnek ide. Még egy picit a szabadidődre, nem tudom, hogy hogy állunk, tanulás, esetleg munka, és arról, hogy családalapítás vagy barát. Hát a családalapítás az nagyon messze van. Először meg kéne találni a megfelelő partnert hozzá, de jelenleg nem tanulok. A Szombathelyen elkezdtem az egyetemet, de azt úgy félbehagytam, de jövőre mindenképpen szeretnék valamit tanulni. Azt mondod, hogy meg kell találni a megfelelő partnert, ostromolnak egyébként a férfiak? Hát nyilván akadnak jelentkezők, de... Elutasítod őket? Hát próbálom a megfelelőt kiválasztani. Az első szerintem a kézilabda, nem? Így van, mindenképpen. Számodra ez egy nagy szerelem, és számunkra pedig öröm, hogy velünk játszol itt a Mohácsi TN-nél, és én azt gondolom, hogy jól teszed, amit teszed, mert a mai mérkőzésen is láttunk 3 tényleg szép gólt. Tényleg nem feltétlen rajtad múlott itt a történés, ami történt, ugye, hogy vereséggel szálltunk ki az RKC-val szemben. Én azt mondom szerintem a nézők nevében, és azt kívánom, hogy további sok sikert érjél el, és minél tovább játsszál mohácsi színekben. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, ezzel májusi első magazinműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten szerdán este 7 órától ismét várom Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!